Számos érdekes előadás színesítette a kutatók éjszakáját Bonyhádon, ami a Völgységi Múzeumban került megrendezésre. Arról szeretnék inkább néhány szót ejteni, hogy ebben az évben azt hiszem, hogy nem számoltam meg, de nem volt olyan hónap, amire ne jutott volna egy olyan neves rendezvénye a Völgységi Múzeumnak, amire igazán mindjárt büszkék lehetünk. Bonyhád polgármestere emlékeztetett. Az elmúlt időszakban számos olyan rendezvényt hívott életre az intézmény, amely egyrészt minőségi szabadidős elfoglaltságot jelentett az érdeklődőknek, másrészt tudományos megközelítésből is érték volt. A program résztvevőit Farkas István Gergő is köszöntötte, kiemelve, hogy ezúttal is nívós programnak adhat helyet a múzeum. Most a kutatók éjszakáján a természettudományos előadásoké a hangsúly, és 4 izgalmas előadót fogunk meghallgatni a Pécsi Tudományegyetemről, akik változatos biológia, földrajz témakörökben fognak előadásokat tartani az érdeklődőknek. A csípőszúnyogoktól Indonézián és a Szaharán át a geotermiáig számos témakör került elő az eseményen. Leszűkítettük a kört a valódi szúnyogokra, csípőszúnyogokra. Ha láttuk a Jurassic Park című filmet, talán emlékszünk még rá, amikor a borostyánba bekövesedett szúnyog potrohából kinyert vérből DNS alapján újraélesztették a dinoszauruszokat. Az intézmény következő programja is már szervezés alatt áll. Október 7-én szombaton a Múzeumok Őszi Fesztiváljához idén is csatlakozik a Bonyhádi Völgységi Múzeum. Mindig öröm, amikor Bonyhád is csatlakozhat egy országos programsorozathoz, és szeretettel invitálok mindenkit, hogy akinek esetleg egy hétköznapi alkalom nem alkalmas, de a hétvége jó lenne, csatlakozzon hozzánk, szeretettel várjuk. A múzeum fontosnak tartja, hogy a fiataloknak is kedvezzenek, így az esemény élőben megtekinthető volt az online térben is.